Köszöntöm kedves nézőinket! Önök közéleti magazinunkat látják. December 2-án rendezték meg a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola végzős tanulóinak szalagavató ünnepségét. A középfokú oktatási intézmény egyik legrangosabb tradíciója, melyet minden évben megrendeznek, a szalagavató ünnepség. Ebben az évben 5 osztály, összesen 166 tanuló vett részt a jeles eseményen. A szalagavatóra minden osztály egy-egy közös énekkel, tánccal, valamint vicces műsorral készült. Az ünnepséget a 12. D osztály táncanította. Ez alkalommal sem maradhattak ki a műsorok közül a tanórákat felidéző vicces jelenetek, melyekben a diákok, illetve a tanárok szokásait parodizálták ki. Becsület! Becsület! Más hiányokban? Más pénzsorokban.
Vagy egyáltalán ide járni? Na jó, hát akkor... könyv, füzet, Pecsó. Jöjjön a táblához, mondjuk. Pető, Petra, Rebeka. Na, ödönök már egy könyvet. Köszönöm, Tarci. Az első feladat, Rebeka. Mekkora a sűrűsége? A 35 Celsius fokos, 150 kilopaszkál nyomású szén-dioxid gáznak. Erőgének már ott hátul, nem lehet órát tartani. Jöjjön, Rihárd, segítsen neki! Készült már a Rihárd? Fogjuk rá találni. Menni fog. Hát talán ez nem fog menni. Túl látom, megint nem tanultak. Foglaljanak helyet. Hiányosságaikat jelezni fogom az osztályfőnöküknek. Lássuk, Kristóf, hogy áll a kémiával. Hol találkozunk Kristófkám a metánban? A környezetükben. Mi? Hát kérdezik, hogy akkor is ott repül a metán. Betty, ne megéskedjen már süssenek. Nem leszünk így jóba. Készüljenek az órákra. Következő órát a mágnességgel folytatjuk. És kérem, kérem órára, a örös rendszert hozzák. A viszont látásra. Kicsőr! Kicsőr! Az idő 22 óra 22 perc, a születés útjára lép, ám egy gyönyörű vers. Hirtelen jött az ötlet, hogy megírok pár sort, lehet, hogy emiatt végképp összerúgjuk a port. Mikor megfertőztem tanárnőt, még csak fájú torkom zavart, most hatalmas szemekkel nézem, hogy ez mekkora portka volt. Tanárnő szerint most is én vagyok a hibás, pedig az a szituáció most tényleg teljesen más. Hogy mindenki megértse ezt a kis históriát, nézzük meg visszamenőleg kettőnk viszonyát. Eddig éveink során oly sok vitát megértünk már. Tenyerünk csattanását elképzeltük egymás homlokán. 9-10-es korunkban a póker volt óriási divat, minden második héten elkoboztad a vadi új kártyapaklimat. Aztán jöttek a boldog, nyugis idők, sértetlen a béke, de jaj, egyszer másoltam a házit, és a szép időknek vége. Kaptam egy-két egyest, csak hogy piruljon a képen, az ellenőrzőmben lazán volt 20 karú minden fél évben. Kaptam is a fejmosást itthonról és suliból egyaránt, 15 évesen nem letek ilyen szinten degenerált. X idő múlva egy szép napon elkezdtem megérteni, nem hagyhatom magam a lustaság által megmérgezni. Össze is kaptam magam, minden elég könnyen ment, a gond csak az, hogy közben 3 év már eltelt. Mondanám, hogy eredménytelenül, de nem teszem, ugyanis 11-ben belefért egy ilyen napi győzelem. Betanultuk a nagy táncot, ami hatalmas sikert aratott. Drága osztályfőnök, te voltál az, aki végig velünk tartott. Az osztatlan siker kísérte végig az év hátralévő részét. Többek között megtanítottál, hogy magunk után illik lehúzni a WC-t. Volt, hogy homokszem került a gépezetbe, s megállt az élet. Az utolsó kirándulásra nem emlékszem, de mesélnek a képek. Ha újra kezdhetném azt a napot, biztosan lenne annyi eszem, hogy amit ott műveltem, kivétel nélkül újra megtegyem. Elég a dicső múltból, térjünk vissza a jelenbe. Azon belül erre a rendkívül kellemetlen esetre. Kínzó fejfájásod és magas lázadoka nem én vagyok. Bioszórákról tudhatnád, ezt bárkitől elkaphatod. A probléma okát keressük inkább a társaság összetételében, vagy abban, hogy napról napra hallgatnod kell az agymenésem. Nem vagyok én olyan rossz gyerek, csak életem a móka. Emiatt néha eredménytelenül telik el egy-egy fontos óra. Néha-néha belünk mulatsz, mint mindenki, téged is elragad a hív. Szíved mélyén azt szeretnéd, így tegyen az utolsó 3/4 év. Olykor mérges vagy, és azt kell mondjam, okkal haragszol ránk.
mégis mindannyiunk szemében ugyanaz vagy, a mi második anyánk. Irigységből bárki is törjön ránk, mindig számíthat rád az osztály. Úgy irányítod, tereled ezt a kis csapatot, mint szülőhazánkat Orbán. Így a vége felé, majd 5 év után mindössze 1 tüske maradt bennem. Sokszor nem voltál kivékülve a férfi nemmel, ami megviselte lelkem. Volt néhány vitánk, amikor társaimmal jobbnak láttuk hallgatni. Te mondd, hány lánynak jutott eszébe az emlékeket rímekbe faragni? Most, hogy itt állok Eversel, majd elsírom magam, mint annó Tabáni, de rá kell jönnöm, hogy jobb osztályfőnököt keresve sem lehetne találni. Ezen a szép napon büszkén nyilatkozom az egész osztály nevében. Közösen eltöltött néhány csodálatos év maga volt az éven. Végszóként hát annyit, hogy még te itt maradsz, és az osztály tovább halad, ne feledd el soha. Csak a képek és a sok szép emlék, ami örökre megmarad. Az este talán legmeghatóbb mozzanata az osztályok közös énekei voltak. A szívhez szóló dalokat diavetítés kísérte, melyben a tanulók kisgyermekkori, illetve aktuális fényképeit tekinthették meg a jelenlévő hozzátartozók. A produkciók után Juhász Jánosné, az intézmény igazgatója mondott köszöntőt, melyben a szalagavató jelentőségéről, valamint a hátralévő, a jövőt meghatározó feladatokról beszélt. Mindez a nap, ez az ünnepi pillanat azért van, hogy akiket igazán köszöntünk, akik itt a színpadon felsorakoztak, a végzőseink, az utolsó évfolyam tanulói, akik most értek el ahhoz a pillanathoz,
hogy feltűzzék a szalagot, amely jelzi, hogy hamarosan véget érnek a középiskolás évek. A műsor folyamán többször is, vagy dalban, vagy prózában elhangzott, hogy egy hosszú úton járunk. Egy hosszú úton járnak, amelynek most elérkeztek egy szakaszához, nagyon sok van még előttük, remélik, hogy ezt az utat végig tudják járni, bíznak abban, hogy nem lesz túlságosan göröngyös, és sikeres lesz a célba érés. Ez az út, amit az iskolás évek jelentenek, valóban a vége felé közeledik. Gyakran megkérdezik a diákok, tulajdonképpen mire is való az iskola? Miért is kell iskolába járni? Szent Györgyi Albert a következőképpen fogalmazta meg. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Vagyis mindaz, ami egész életünkben végigkísér majd bennünket, itt veszi kezdetét. Amikor először a tanévnyitó ünnepségre megy a kisdiák, nagy izgalommal készül. Nagyon ünnepélyes az a pillanat. A későbbiekben ennek a tanévnyitónak az ünnepélyességét és felemelő érzését már nem biztos, hogy mindig átéli, de akkor is folytatódik, és el kell, hogy menjen. És eltelnek az évek. Egymás után láttuk a fotókat. Kisdiák, és már itt van, hamarosan a végére ér. A 4, illetve az 5 évnek. Közben mennyi minden történt? Felelések, izgulás, együtt dolgozás, diáknap, kalandok, osztálykirándulás, vita, sok-sok minden belefért ebbe a 4 évbe, nagyon sok öröm, és természetesen kudarc is. Mindezek kellettek, és kellenek ahhoz, hogy azt az utat, ami még előttük áll, minél erősebben és minél bátrabban tudják végigjárni. A középiskolás évek a 4 és az 5 év. Látszólag nem sok, de ha megnézzük őket, akkor azt látjuk, hogy bizony itt a lányok már hölgyek, itt a fiúk már fiatal emberek, akik néhány hét múlva az érettségi vizsgán bizonyítják, hogy felelősséggel tartoznak magukért, tudják ezt, tisztában vannak vele, tudják azt is, hogy sok mindent kell még tenniük ahhoz, hogy igazán elérjék a céljaikat, azt is tudják, hogy maguk döntenek, senki nem vállalhatja át tőlük ezeket a terheket. Közben ugye eltelik jó néhány év, és ezekből a diákokból, a 4 év előtti időből itt van, a felnőttek itt állnak előttünk. Ez a szalagavató még egy kis megálló. Még most nagyon örülhetünk, felhőtlenül táncolhatnak, nagyon ügyesen és nagyon szépen közös produkciókat adnak elő. Még most ezek a kötelezettségek, amik rájuk várnak, egy kicsit a távoli jövőbe vesznek. Talán néhány arcon azért már ott van egy kis szomorúság is, néhányan azért érzik ennek a súlyát, hogy bizony ez az önfeled pillanat hamarosan véget ér. Van még néhány hét, néhány nap, talán még az eddig félretett füzeteket, könyveket időben van elővenni, és talán még lehet néhány dolgot pótolni, ami eddig elmaradt. Szeptemberben, iskolánk alapításának 100. évfordulóján nagyon nagy örömünkre nagyon sok egykori tanítványunk tért vissza, és emlékezett az itt eltelt évekre.
100 éves jubileum, az csak egyszer adatik meg az életben. Én bízom benne, hogy ezeknek a diákoknak, akik most előttünk állnak, a szalagtűzésre várnak, akik részesei voltak ennek a jubileumnak, ezek a találkozások, ezek a pillanatok sok-sok szép percet adtak, sok-sok szép emléket hoztak, és később, majd évek, évtizedek múlva, ők is ugyanilyen szeretettel és szívesen jönnek vissza az iskolába. A mai nap és ennek az öröme maradjon meg mindennyiuk emlékezetében. Iskolánk dolgozói, a tantestület, az iskola vezetése nevében Viktor Hugo szavaival szeretnék sok-sok sikert, erőt és kitartást kívánni mindannyiuknak. Légy hasonló az égen szálló madárhoz, aki a törékeny gajakon megpihenve átéli az alatta tátongó mélységet. Mégis vígan énekel, mert bízik szárnyai erejében. Az ünnepség zárásaként megtörtént a szalagtűzés, mely során mind a 166 végzős diák megkapta az iskolához való tartozást jelképező szalagot. A szalagavatóról készült teljes felvételünket december 10-én 18 órától tekinthetik meg csatornánkon, vagy online a www.mezőkövesdi.tv.hu oldalon. Múlt heti kérdésünkre, mely így hangzott. Ön ismeri a Mezőkövesdi, a Tardi és a Szent István viselet közti különbségeket? Válaszadóink 60%-a voksolt igennel. E heti kérdésünk a következő. Ön fontosnak tartja, hogy minden tanévben felelevenítsék az iskolai tradíciókat? Válaszaikat levélben, illetve e-mailben küldhetik el szerkesztőségünkbe. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket.